Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a hallgatóimat és a nézőket a középiskolák második osztályára szóló matematika órának. A címe a trigonometrikus vagy egységsugarú kör. A szögek mérésében az egy radián mértékű szöget át kell alakítanunk fokokra, hogy értelmezzük az egy radiánt a körön. Az egy radián értékét a képletből határozzuk meg, és erre azt kapjuk, hogy 57 fok, ne 17 perc, és 44 másodperc. Ez azt jelenti, hogy az egy radiányi szög egy icurka-picurkát kisebb, mint az egyenlő oldalú háromszögnek a 60 fokos szöge. Ezek mellett definiálunk egy kört, amelynek a sugara 1. Középpontját elhelyezzük a koordinátarendszer origójába. Sugara 1, tehát a koordinátatengelyeket x-tengelyt 1-be és mínusz 1-be, y-tengelyt is 1-be és mínusz 1-be metszi. Ez a kör a trigonometrikus kör, amelyben a szögeket definiálni tudjuk. A pontok, amelyek az egységsugarú körön elhelyezkednek, x és y koordinátákkal a Pitagórasz tétel szerint egy képletbe írhatók be. Ha most megvizsgáljuk az origó és a köríven adott pont távolságát, ez az egységsugarú körnek a sugara, tehát 1. Az x koordináta és az y koordináta egy derékszögű háromszöget alkotnak, amelynek a nyugvószár és az OM mozgószár által alkotott szöge legyen alfa. Ebben a derékszögű háromszögben használjuk a Pitagórasz tételt, hogy a befogók négyzetének az összege egyenlő az átfogó négyzetével. Tehát minden pont, amelyik ezen az egységsugarú körön elhelyezkedik, annak a koordinátáira érvényes ez az összefüggés. Vigyük át a szögeinket erre az egységsugarú körre. Tehát a nyugvó szártól indulunk, és a mozgó szár segítségével fogjuk meghatározni a szögeinket. A nevezetes szögeket szeretnénk berajzolni. Akkor először kezdjük a fokokkal, és utána ki fogjuk egészíteni a radiánokkal. Ehhez rajzolok egy kicsit nagyobb egységsugarú kört. Ennek a pontnak a koordinátája az 1, 0. Ennek a pontnak a koordinátái pedig a 0, 1. És most kezdjük a nevezetes szögeinkkel. Ha a mozgó szár egybeesik a nyugvó szárral, akkor ez a nulla fokos szög. Ahogy a mozgó szár egy kicsit mozdul, megkapjuk a 30 fokos szöget, aztán a 45 fokos szöget, amelyik felezi, aztán az egyenlő oldalú háromszögnek a 60 fokos szögét, és végül
Amikor merőlegesek egymásra a tengelyek, akkor megkapjuk a 90 fokot. Ez volt az első negyed, a hegyes szögek. Menjünk a tompa szögekre, ez a második negyed, és tompa szögek. A 120 fokos szöggel, a 135 fokos szöggel, a 150 fokos szöggel, és végül az egyenes szög 180 fokjával. Ha a mozgó szár tovább megy, akkor az harmadik negyedbe vagyunk, ezek itt lent már a konkáv szögek. Tehát az egyenes szög és a háromnegyed kör között vannak a harmadik negyed szögei. A nevezetes szögeink a 210 fok, a felező a 225 fok, a 240 fok, és végül a háromnegyed a 270 fokkal. A negyedik negyedben az első nevezetes a 300, aztán a 315 a felező, és végül a 330 fokos szög. Így értünk vissza a teljes szöghöz 360 fokra. A képletünk segítségével, amelyet a szögek mérésénél kiszámolgattunk, írjuk be a radián értékeket is. A 30 fokos szögre a piperhand, a 45 fokos szögre a piper 4, a 60 fokos szögre a piper 3. A derék szögre az 1/4 kör, tehát piper 2. 120 fokos szögre a 60 foknak a duplája, tehát 2 piper 3. A 135 fokos szög a 45-nek a háromszorosa, tehát 3 piper 4. A 150 fokos pedig a 30 fokosnak az ötszöröse, tehát 5 piper 6. A félkörre, az egyenes szögre tudjuk, hogy a mértéke pi radián. Most nézzük a harmadik negyedet. A 210 fokos szög a 30 fokosnak a 7-es szerese, tehát 7 pi per 6. A 225 fok a 45-től 180-nal több, tehát 5 pi per 4. A 240 fokos a 60 fokosnak a 4-szerese, tehát 4 pi per 3. Elértünk a harmadik és a negyedik negyed határához, ez a háromnegyed kör, amelyre az előbbiekből azt mondtuk, hogy 3 pi per 2. A 300 fokos szögnél tartunk, ez a negyedik negyedben van, a 60 fokosnak a kiegész ellentétes szöge, tehát az értéke 5 pi per 3. A 315 a 45 fokosnak az ellentét irányítású szöge, tehát 7 pi per 4. A 330 pedig a 30 fokosnak az ellentét irányítású szöge, ez a 11 pi per 6. Végül is elérkeztünk a teljes körhöz, ami 2 pi. Tehát a teljes kör radián mértéke 2 pi. Most próbáljuk meg elhelyezni az egész számokat, radiánokat az egységsugarú körön. Ez azt jelenti, hogy a számegyenest fel fogjuk tekerni az egységsugarú körre.
Tehát fogjuk a számegyenest, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és így tovább, illetve mínusz 1, mínusz 2 értékeit, és rátekerjük az egységsugarú körre. Ezen meg fognak jelenni a pi, a 2 pi, és ezeknek a részei pi per 2, 3 pi per 2, ezen az egységsugarú körön. Képzeljük el, hogy ez az egységsugarú kör, és a nullát megkeresve ráhelyezzük a számára kijelölt pontra. Rátesszük a nullát, és rácsavarjuk az egységsugarú körre a szám egyenest. Egyik irányba is, és másik irányba is. Ezzel a csavarással bizonyos helyzetbe hozzuk az egész számokat és a radiánokat. Az előbb kiszámított módon az egy radián 57 fok 17 perc 44,8 másodpercével a 60 fok alatt lesz. Tehát itt az egy radián. Ez a pi per 3-tól egy kicsit kisebb, hiszen a pi 3,1452 megközelítő értékével egy radiánnál nagyobb lesz. Ha kiszámoljuk a 2 radiánt, ami 114 fok, 35 perc, 29 másodperc, ez egy tompa szög, és 2 pi per 3 alatt van ez a 2 radián. Majd kiszámoljuk a 3 radiánt megközelítő értékben, 171 fok, 53 perc, 14 másodperc, amelyik a pi fölött helyezkedik el, tehát ez a 3 radián. Ugyanezzel a módszerrel meghatározzuk a 4 radiánt, az 5 radiánt, és a 6 radiánt, hiszen az a 2 pi alatt van. Kérdés, hogy hova kerül a 7 radián? Mivel tovább folytatjuk a feltekerését a számegyenesnek az egységsugarú körre, a 7 radián már valahol itt a hegyesszögek között van. Nézzük meg most ezt egy animációval. Tehát az egységsugarú kört lerajzoltuk. Sugara egyenlő az ívhosszával az egy radiánnyi szögnek, ha most 2 radiánt mérünk, az már egy tompa szög, 3 radián még mindig tompa szög, és a pi az egyenes szög, a félkör. A teljes kör a 2 pi radián. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!